bizony olyan volt mellette, mint egy óriás. De ilyen mellette Stevenson is. Van közöttük 13 kiló. Lukovic egy nagyot ilyen Stevensonon, aki pillanatosan hátra lép, nincs érvényes ütés. Megütötte! Na, kíváncsi vagyok Stevensonra, hogy hat ritkán szokták őt megütni. Csak gyorsaságában 10-6, Stevenson megáll a közepén, táncolj csak fiú, majd a közel jössz kap. Nem követi el azt a hibát, amit Fankmén-el, hogy ment, üdte Vujkovicsot, aki mint a töcske ugrándozott körülötte. Szorítja a sarokba Stevenson. Ballal jobban üti meg Vujkovic! Testre próbálkozik. Stevenson még nem engedte el a jobbját, a félelmetes jobbot, amely annyi-annyi ellenfelet küldött már padlóra. Ballal, és aztán elvette az egyensúlyát, nem volt ütés, Stevenson nem ütött, csak várja a pillanatot, amikor üthet. Valószínűleg csak egyet kell igazán ütnie. De vajon eljön-e az a pillanat? Egészen közel, és Vujkovic ütött jobb csapottal, találta Stevenson fejet. Ballal üti meg! Idővel lép hátra, megint hátra tud lépni. El tudta húzni a fejét. Belép a félelmetes karok közé. Elvette a fejét. Egészen pici különbséggel ballal eltalált a Stevenson. Stevenson jön előre közben. Fordult, 25 másodperc van hátra a menetből. Fejjel megy előre, figyelmeztetni fogja a mérkőzés vezető. Ismét Vujkovic talált, és vége az első menetnek. Nem szávoltam rá, elnézést kérek. Úgy indult meg a saját sarka felé. Meg a kiütéstől. Na, kíváncsi vagyok a lassításra, azt hiszem gyomrom. Ében a törölköző. Nem megy. Vége. Világbajnok. A volt világbajnok, az olimpiai bajnok, Teofilo Stevenson.